Borkóstolás, zöldségaprítás, szalvétahajtogatás. A Szolt étteremben már délelőtt megkezdődik a szorgos munka, hogy az esti vacsorára a lehető legprofibb szolgáltatást nyújtsák a vendégek számára. A konyhafőnök Tóth Szilárd elsődleges célja, hogy minden nap ugyanolyan kulináris gasztroélményben részesítsen mindenkit. Többek között ez a hozzáállás és profizmus járult hozzá ahhoz, hogy felkerüljön a The Best Chef 100-as listára, ami a világ legjobb szakácsait ismeri el. Ezzel ő lett a harmadik magyar, akinek ez sikerült. Én abszolút azt gondolom, hogy ez egy inspiráló, motiváló dolog és egy jó érzés, hogy alkalmasak találtak minket arra, hogy bekerüljünk erre a 100-as listára. A legnagyobb elismerés mindenképpen az, hogy rengetegen akarnak meglátogatni minket, rengetegen kíváncsiak arra, amit csinálunk, és hogy csillogó szemekkel nézik még a vacsoráinkat, és fogyasztják el az ételeinket is, és hogy tök sok energiát ebből nyerünk. Nagyon-nagyon sok türelem kell a család oldaláról ehhez, hogy ezt tudják támogatni. Én abszolút maximálisan tisztelem ezért a feleségemet. Amikor elmegyünk kirándulni, akkor elkezdünk gyógynövényeket szedegetni, és akkor már tényleg vannak ilyenek, hogy a gyerekeim már úgy jönnek oda, hogy apa, ezt megeltem. És ez a jobbik, mert már persze volt ez másként is, tehát hogy egyből megette, és abból voltak is problémák, de hogy tök jó így látni ezt, hogy így egy ilyen szerves része a családomnak is a természet szeretete, az, hogy alapvető gyógynövényeket ismer a fiam, például nyilván a kislányom még ez egy kicsit kisebb, de hogy ezek abszolút jó érzéssel töltenek el. Szilárd konyhájában az innováció és a hagyományőrzés kéz a kézben jár, hogy az új ízélményhez a nosztalgia érzése is párosuljon, és ehhez a lehető legkiválóbb alapanyagokat részesíti előnyben. Például kömény magleves, ami szerintem egy abszolút tök egyszerű étel. Sikerült szerintem azt az utat megtalálni ebben az ételben, ami miatt mégiscsak be tudjuk emelni ezeknek az ételeknek a soraiba. A sokszínűségét szeretném megmutatni a magyar gasztronómiának, a paraszti kultúrában, a paraszti konyhában. Abban látom a leleményességét, azt, hogy az egyszerűbb alapanyagokból mennyire jól tudtak akár gazdálkodni, akár felhasználni ezeket a dolgokat. Van egy része, amikor a mangalicaússal foglalkozunk, hogy erre egy külön épült vályokház érlelő van, amiben érleljük a mangalica részeit, és akkor abból kerülnek be a konyhánkba a dolgok. Emellett pedig fermentálással és annak technikájának tökéletesítésével teszik még különlegesebbé és egyedibbé az ételeket és a főzés élményt. Célom az, hogy jobbak legyünk. Minden motivált. Tehát az, hogy együtt tudok gondolkodni a kollégáimmal, az, hogy új ötleteink vannak, az, hogy különböző egyetemekkel tudunk együtt így dolgozni, tök érdekes dolgokat tudunk megnézni, folyamatosan kísérletezünk. Szerintem ez egy nagyon ilyen változó, lendületes világ jelenleg a gasztronómia, és tehát tulajdonképpen ezek a dolgok. És az, hogy magyar embereknek és külföldieknek ugyanúgy tudunk egyaránt új megközelítést mutatni a magyar konyhából. Tulajdonképpen minden pontját érdekesnek találom a munkásságunknak.